Összességében 19 versenyző érkezett a Festetics vágtára az ország teljes területéről. 10 kishuszár és 9 felnőtt versenyző állt a startvonalhoz augusztus 20-án az immáron jól megszokottnak nevezhető helyszínen, a Gyenes-Diási faludi síkon. Nagyon örülünk, hogy az idei esztendőben is 19 versenyző fogadta el a meghívásunkat. Büszkék vagyunk, hogy a pálya korszerű, és évről évre tudtuk fejleszteni itt a környezetét is. És annál is inkább nagyobb az örömünk, hiszen ma augusztus 20-án az államalapítás ünnepével egybekötve Szent István napján az új kenyér megszentelésével együtt tudtuk megnyitni ezt a programot, hiszen nagyon fontos a magyarság erősítése, a magyaros öntudat mind a lovasportokban, mind a különböző betét rendezvényekben. A futamok között olyan betétprogramok szórakoztatták a közönséget, mint a kocsitoló verseny, illetve a csikós és kutyás bemutató. A versenyzők tekintetében kijelenthető, hogy a rendezvény a teljes Kárpát-medencei magyarság lovas eseménye lett, hiszen nem csak a környékről, de olyan távoli településekről is érkeztek lovasok, mint Bugac vagy Szikszó. Nemzeti vágta az egész Kárpát-medencei magyarságnak a közösség formáló erejévé vált az elmúlt több mint 15 év alatt. Gyenes-Diás elsők között csatlakozott ehhez a közösséghez, és már 14. alkalommal rendezik meg itt a faludi síkon a Nemzeti Vágta hivatalos előfutamát, amelyen a lovasok minősülhetnek, bejuthatnak a Nemzeti Vágta döntőjére, amelyet ebben az évben először Szilvásváradon, az Állami Ménesgazdaság területén szeptember 30 és október 1-e között rendezünk meg. A helyszín idén is jelesre vizsgázott, ami a szervezők lelkiismeretes munkája mellett a történelmi múltnak is köszönhető. Festetics Tasziló a fenékpusztán született csikóit, amelyeket a galoppályán kívánt futtatni, azt itt ezen a síkon próbálta ki. Ez adódik abból is, hogy fenékpuszta környékének mélyebb a talajfekvése. Ez pont ideális, tehát mai napig az ország bármely részéből érkeznek a versenyzők, azok nagyon meg vannak elégedve a pálya talajával, minőségével, mert ez rendkívül fontos ennél a versenynél, ugyanis a lovak lába, hát láthatták itt az elmúlt percekben, hogy a 98%-ot ki kell hozni a lovakból, tehát majdnem, hogy teljes erőből dolgoznak, és nem mindegy, hogy milyen talajra csapódnak be a lábak, ilyenkor már hatalmas erőt képviselnek. A kishuszárok között a szikszói Harsányi Viktória nyerte a döntőfutamot, mögötte pedig a csemői Domján Korina és az iváni Tóth Fanni végzett. A felnőttek versenyét a bajai Németh János és a szilvásváradi Nyéki Levente előtt a decsi Kovács Levente nyerte, így ők jutottak tovább a Nemzeti Vágta Szilvásváradi döntőjébe.